A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon emlékeztek meg szerda délelőtt a Légvédelmi Liga megalakulásának 80. évfordulójáról. A szervezet céljai közé tartozik a polgári lakosság felkészítése, az országot érő légitámadások során követendő magatartásra és az emberéletek megóvására. Ezeket a feladatokat Magyarországon a Légvédelmi Liga látja el, a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Országos Légvédelmi Parancsnokság felügyeletével. 1944. szeptember 6-án Nyíregyházán is bombatámadás volt, ahol a Légvédelmi Liga segítségével mentették meg a lakosságot, hangsúlyozta Gerebenics Károly tűzoltóalezredes. A Légvédelmi Liga 1937. december 5-én alakult, egy társadalmi szervezet volt tulajdonképpen fő feladata, a lakosság légierő elleni védekezése volt. Tehát abban az időben megjelentek ugye a hadászatban a repülőgépek, repülőgépekkel bombázták a városokat, különböző lakott területeket, és a Légvédelmi Liga fő feladata volt, hogy ezek ellen a lakosságot oltalmazza, felkészíteni a lakosságot ezek ellen való védekezési lehetőségekre, illetve óvóhelyeket építeni, óvóhelyeknek a kialakítása, berendezése, a lakosságnak a mentése egy adott bombázás során, elsősegélynyújtási feladatok, illetve az elsődleges helyreállítási feladatokat is végezték. A megemlékezést egy együttműködési megállapodás aláírása követte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Polgári Védelmi Szövetség és a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között. A belügyminisztérium pályázatán a katasztrófavédelemmel együttműködő szervezetek nyerhettek támogatást a mindennapi munkájukat segítő védőruházatra és eszközökre, ezeket is átadták a rendezvényen. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábbi években célul tűzte ki a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodást kötött mentőszervezetek fejlesztését. Ez vonatkozik az eszközeiknek a fejlesztésére, képzésekre, ruházatra, de akár üzemanyag és gépjármű költségekre, autópályadíjra, kötelező felelősségbiztosításra. Mindezt annak érdekében, hogy a mentőcsoportoknak a beavatkozása minél szélesebb körben megtörténhessen, minél nagyobb szerepet tudjanak vállalni. A cél az, hogy az önkéntességnek az elvét, a gondolatát tovább vigyük, az önkéntesség nagyobb szerepet kapjon a katasztrófavédelembe. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a pályázatok elbírálását követően közel 6 millió forint értékben 6 szervezetet támogatott a megyében.